Foglalkozásomnál fogva minden évben egyszer részt kell vennem egy nemzetközi konferencián, ahol minden országot egyetlen egy ember képvisel. Ezen az összejövetelen először 1994-ben vettem részt, egyetlen magyarként. Nagyon elegáns fogadás kellős közepén valaki megveregette a vállam, és magyarul szólt hozzám, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy kezelted az édesanyámat. Az urat úgy hívták, aki megveregette a vállamat és megszólított, hogy Frühling János, zsidó származású magyar ember, beszédbe elegyedtünk, azonosítottuk az édesanyját, majd egyszer csak azt a javaslatot kaptam, hogy hagyjuk a csodába ezt a fogadást, menjünk el egy görög kiskocsmába és beszélgessünk. Hát így is történt, kicsit elhúzódott a program egészen a hajnali órákig, de megtudtam, hogy 56-ban disszidált, a kedvenc szórakozása az orvostudományon kívül a magyar irodalom olvasása, óriási könyvtára van, jobban ismeri, mint a magyar irodalmat, jobban ismeri, mint én, és nagyon gyakran találkoztunk attól kezdve is. Most már nem csak hivatalosan, hanem személyes okok miatt is. De a felesége is több nemzetből eredezteti saját származását. Egyszer összeszámoltuk, hogy a gyerekekben már legalább 6-7-8 féle nációvére kering. Erre szokta ő azt mondani, hogy azért nagyon jó magyar, mert ennyi féle vér csörgedezik az ereiben.